Sziasztok srácok, ez itt az Anime Kommentár. Oh, you touch my tra-la-la. És igen, sexy time van, nyomom, ugyanis 31 fok van a lakásomban, és kurvára melegem van. Úgyhogy az vegyes boltban, ami ott van mellettünk, minden pia, ami csak van, a bármi pia fajta, ami csak van, egyetlen egy dolog van hűtve, és az a sör. Úgyhogy ezt most legurítom, már rohadtul melegen van. Minden egyéb dolgom van, de arra talán van egy kis időm, hogy megnézzem az Attack on Titan 3 harmadik részét. Úgyhogy lássuk, hogy mi lesz. Most egy kicsit lazább részre számítok. Tudom, hogy mondta, hogy nem kéne tippelgetnem, hogy mire számítok, de ez most csak bejön. Na, szóval az előző rész az rendkívül pörgős volt. Nagyon durva volt, ahogy Rival Kennyvel harcolt, úgyhogy lássuk, hogy a harmadik rész mit tartogat számunkra. Szerintem egy kicsit olyan beszélgetős rész lesz ez, de majd elválik. Igen, az Adobe Flash Player-t is akarom, hogy fusson. Indulhat a téma. Induljál el, te rohadt állat! Mi az anyádat idegeskedtál? Helyes. Egészségetekre, és irigykedek mindenkire, aki most épp strandon dögöl. Kicsit lejjebb kell ezt raktom, mert olyan sokat takar a monitorból. Na lássuk. Régi mesék. Ja, most azt hiszem, históriának lesz a története? Nagyjából a mangában ezen a ponton jöttem arra, hogy azért ez nem csak egyszerű titán öldösös sztori, hanem itt elég alaposan elkezdik kidolgozni a többiek háttér sztoriát is. De ez már a második évadban elkezdődött, ugye? De most jönnek már a sztori szempontjából is lényeges elemek. Komolyan megállt tölteni az anime? Arra rohanna meg? Hát nem már. Pedig mekkora pofont kapott szegény história. Ó, oh. Köszönj neki, cica. Hoppá! Összekuszálódnak a számok, igaz, Kenny? De geci vagy. Kés elő! Azám! Ügy, ez kicsit... Ja, ez a mangába is elég szar volt. Hahaha! Te meg bekajáltad, elég rendesen. Haha, Mikaszának nem nagyon tetszik a téma. Olyan jó, hogy most már kezdtek megtudni olyan dolgokat, amik már évek óta nyilvánvaló azoknak, akik a mangát olvassák. Ez jó fej, ez a kopasz tata. Ezt bírom. Remélem Ervin a nagy... Így igaz. Most tudjátok már, hogy melyen irányba fog menni a sztori. Belpolitikai forradalmak lesznek itt meg minden. De most komolyan,
fikázzák az Attack on Titan, mutassatok egy olyan animét, amiben fellázad a nép, és tényleg forradalmat akarnak csinálni. Nagyon kevés ilyen van. És ez nagyon jó. Ennyi. Ő lesz a királynő. Ennyi. Király. Jó, ez spoiler nektek, de gondolkozzatok el azon, hogy ki lesz majd Hanji után a következő. Nem nagyon hasonlított rivalre. Jaj, tudom mi lesz. És basszus, azt már a következő részre rakták, nem már? Szemétládák. Na mindegy, jó kis rész volt, de amit mondtam, az beigazolódott, hogy lényegében a pofázások elvitték, de a következő rész eleje az már pörgősen fog indulni. És szerintem már lehet, hogy már a következő részben lesz egy kisebb csata is. Ja, de a többet mondanék, azzal spoilereznék, hogy minden esetre nem volt rossz rész. Úgyhogy, ha tetszett az, hogy az Attack on Titanról reakció videót készítettem, akkor légy szíves, lájkoljátok a videómat, illetve iratkozzatok fel. És a következő videóban meg majd találkozunk. Sziasztok!